A kivitelező cég szakemberei elsőként eltávolították a játéktér gyepszőnyegét, mely után a talajmunkálatokat végzik. A beruházás keretében megépül a pálya vízzel vezető és öntöző rendszere, emellett a gyepszőnyeg fűtéséhez szükséges vezetékeket is lefektetik. A korábbi terveknek megfelelően a játékteret eltolják nyugati irányba, így a salakos futópálya teljesen eltűnik a stadionból. A Széchenyi út felőli oldalra tervezett főlelátó részt később fogják megépíteni. A tervek szerint a tűzoltópályán kialakított utánpótlás centrumban is lesznek fejlesztési munkálatok a közeljövőben, ahol a gáz bevezetését fogják elvégezni.